Hello mindenkinek! A mai videóban igyekszem gyorsan kifejteni, sokan kérdezitek, mikor raksz fel téri rutinos videót, hogy miket használsz most a térre, vagy miket ajánlasz beszerezni térre, miben változtatsz a rutinba arra, hogy a téli hidegebb időre felkészülj, ilyesmi kérdésekkel szoktatok megkeresni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma nem a rutinomat mutatnám meg, mert az természetesen az én bőrtípusomra van felépítve, hanem inkább segítek nektek összetevők vagy textúrák alapján csak simán ajánlani termékeket vagy összetevőket, hogy mikre érdemes fókuszálni, leváltani, változtatni a már meglevő terméketeket, ha bejön a tél. Először is arclemosó. Olajos arclemosóban nem kell cserélnetek semmit. Ha a balzsamosat használjátok, azt használjátok. Ha a sima folyékony pumpásokat használjátok, használjátok. Azonban tehát dupla arctisztítás során a második vízbázisú arctisztítóra viszont tudok ajánlani. Leginkább egyet, de amúgy szívesen ajánlom ezt is. Ez egy kicsit inkább teljes állagú arclemosó, pantenollal, ami segít megőrizni a bőrben, ugye a jó olajokat, ilyesmi. Viszont ezt reggeli rutinban ajánlom inkább. Este is jó használni, de nekem nem tisztít olyan mélyen és alaposan, mint a Makeprem. Ez egy nagyon vastag, egyébként szerintem van róla már videóm, nagyon vastag, nézzétek meg, krémet képzeljetek el, amit konkrétan meg kell fogni és vízzel fel habosítani. Nagyon jó vastag krém textúra, kicsit rozmaringos illattal, vannak benne eszenciaolajok, parfüm vagy ilyesmi nincs, nagyon jó krém, vastag textúra. Egyébként szárazbőrűeknek egész évre szeretetteljesen ajánlom. Nekem dehidratált víz hiányos a bőröm, és imádom. Újravevős, újravevős, újravevős. Főleg most, hogy jönnek a hideg hónapok, nagyon élvezem a használatát. Mondom, ez nekem nincs olyan gazdag textúra, és valahogy nem érzem azt az effektív, mély tisztítás hatást vagy érzést, amit ez ad nekem. Meg, tudjátok, arclemosókban nem bánom, ha illatos. És ugye ebben nem parfüm vagy ilyesmi van, vagy illatanyag, hanem csak eszenciaolajokból kapja az illatát, úgyhogy nekem nagyon-nagyon jó. Tehát ezt tudom ajánlani, hogy érdemes egy vastagabb, krémesebb textúrájú, akár ha olajos bőrűek vagytok, teljesebb, például olajos bőrűeknek ez lehet, hogy jó lehet. Tehát a gélállagú zselés arclemosótokat én tudom ajánlani, hogy cseréljétek le krémes, avagy ilyen vastag krémál, teljes, vagy pedig ilyen vastag krémállagú arclemosóra. A következőek legyenek tonikok. Mint mondtam, összetevőket is ki akarok fejteni, meg ugye textúrákat. Tonikokban mik azok az összetevők, amiket érdemes? Tonik szérum, mert szérumban is be lehet azokat szerezni. Propolis. A propoliszt érdemes télen használni, mert az egy egyébként is az a természetes, hát nem hátulütője, de akkor nevezzük hátulütőnek, hogy nagyon magas fényt hagynak a bőrön, tehát ez a glowy skin, ez ugye a propolis simán tudja okozni, és olajos bőrűek nem biztos, hogy oda vannak ezért, vagy kombinált bőrűek, viszont a propolis antibakteriális, gyulladás csökkentő, a sebeket kezeli, a pattanásos sebeket, tehát pattanásos problémás bőrre a propolis az egyébként is nagyon jó összetevő, és a Cosrxnek nagyon-nagyon jó ez a tonikja, úgyhogy kombinált olajos bőrűek télen
csak ajánlani tudom, hogyha propoliszt akartok beépíteni a rutinotokba, vagy szérumból az iUnique propolis szérumját szívesen ajánlom, vagy nekem ez van. Ez viszont rossz marketing, propolisnak hívják, de alig 1-2% propolis van benne, és inkább a Heart Leaf, vagy a Hotiana Cordada összetevő, ami szinte 60% ebben a szérumban. Ezt nyugodtan ajánlom pattanásos kombinált bőrűeknek, mert nem vastag textúrájú ez a szérum. Bőrnyugtató, gyulladás csökkentő, sebkezelő, nagyon-nagyon jó ez a szérum pattanásos bőrre, megmondom kombinált bőrre. És így, hogy jön a tél, egy picit vastagabb, mint mondjuk esetleg használjátok ne talántál mondjuk a csiganyás szérumotokat, akkor télen lehet, hogy nem a csiganyát építeném be, vagy a hialuronsavat is nyugodtan engedjétek el télen, és inkább propoliszt építsetek be. Még toniknál akarok tartani, mutatnék nektek kettő olyan tonikot, ami egy picit gazdagabb, vagy mást is tud nyújtani a bőrnek, mint az átlagos vizes tonikotok. Tudjátok, nagyon szeretem, és ti is, Beauty of Joseon ginsenges tonikját, vagy a Make Premnek a tonikját, vagy van a Heimish zöld teás tonikom. Ezek mind csak nagyon vizes állagú tonikok, semmilyen olajszármazék, semmilyen krémes vagy olyan összetevő nincs benne, ami táplálná a bőrt. Csak hidratáló összetevők vannak benne, meg vitaminok vagy antioxidánsok. Viszont szívesen ajánlok nektek két tonikot ugye a propolisz mellé, amit beszerezhettek. Ezt száraz normál bőrűeknek tudom ajánlani. Ez kombucsa teás tonik viszont, sőt eszencia, de ebben tonik van, meg krémes állagú tonik, vagy eszencia, inkább ezt már mondhatjuk eszenciának. Fel kell rázni, hogy keveredjen össze, és ez egyszerre fog nektek táplálni és hidratálni. Teljes állag lesz belőle, miután összekeveritek, és egyszerre hidratál, de van egy kis csúszós érzetetek közte, amiben azok az olajok és krém kivonatok összetevők vannak, ami segít, hogy tápláltságot is vigyen be a bőrbe, ne csak hidratáltságot. Plusz segít bent tartani a vizet, mert már ad egy olyan réteget a bőrben, ami le tudja zárni, hogy ne veszíts vizet napközben. Ez viszont nem egy olcsó termék, azt hiszem a Lanez is készít, mondjuk az nem tudom milyen árban van, de ilyen két komponensű, már most elég sok tonik található, egyébként ez 150 milli szerintem nagyon jó kiszerelés, nagyon híres is, és nagyon jó minőségű, mondom, ez egy kombucsás teás eszencia, tiszta, magas százalékú antioxidáns tonik eszencia, és ezzel két lépést is használhattok már, nem kell tonikot felvinnetek, mert akkor ebben megvan mind a két lépés egyben. Ha normál kombinált bőrű vagy viszont, akkor lehet, hogy ez nektek túl gazdag, és mondjuk a propolisz után, mert azért ez is oké, hogy vizes, de van egy pici testessége a propolisz miatt, de akkor is könnyed. Szívesen megmutatom egyébként ezt is. Inkább ezen a kezemen, mert ezen már ugye rajta van a másik. Tehát látjátok, ez is azért egy folyékony textúra, de ebben is éreztek egy, nincs benne olaj, de a propolisznak mondom, van egy olyan érzése, vagy olyan textúrája, ami azt az érzést tudja adni. De amint beszívódott, még azt se érzitek, mint ezután. Ezután, mintha egy vékony arckrémet még felvittetek volna, olyan érzetű a tápláltság miatt. Tehát ezután, a tonik után viszont vihetitek mondjuk a Skin Van Ofornak ezt a probiotikumos ázsiai gázlós tonikját. Mitől különleges ez?
Ez is vizes, de van egy kis testessége, valamint ebben vannak keramidok. A keramidokat csak ajánlani tudom egyébként egész éven, de télen mindenképp. A keramid, a cholesterol, a fatty acids, ezek az összetevők, ezek egyébként is megtalálhatók a bőrünkben, ezek az összetevők felelnek azért, hogy a bőrünk védő rétege egészséges és erős maradjon. A bőr védő rétege sérül a retinol használattól, a C-vitamin használattól, a hámlasztó összetevők miatt, vagy ugye kicsípi a hideg, vagy leégsz a napon. Tehát ez mind a bőr védő rétegét károsítja, felsérti a hámlasztás, főleg ha fizikai csináltok, ilyesmi. Vagy el is tudjátok vékonyítani ezekkel az összetevőkkel. Tehát a bőr védő rétege felel azért, hogy ne veszítsetek vizet a bőrből, ne legyen száraz vagy dehidratált a bőrötök, mint ugye az enyém vízhiányos. Nagyon fontos a bőr védő rétegét visszaállítani, vagy megtartani. Úgyhogy ebben mondom található keramid, úgyhogy ez kiváló olajos kombinált bőrűeknek, mert vékony textúra, de már ad egy testességet, és nagyon jó összetevők vannak benne, amik pattanásos, problémás bőrre is nagyon jók, és gyönyörű 210 ml-s kiszerelés. Árban is nagyon jó, és mondom, gyorsan beszívódik, nyugodtan akár a propolis után felvihetitek, vagy mondjuk reggel a propolis, vagy ez van reggeli rutinba, és a propolis van este, eldönthetitek, én most csak ajánlok terméket, meg összetevőket, hogy miket érdemes beszereznetek. Mielőtt rátérek a szérumokra, még egy eszenciát akarnék mutatni, ami teljesen más textúra, mint amit az ember megszokott, szinte szérumnak is lehetne nevezni, de egyébként eszencia, pantenol eszencia, ez nagyon jó vízhiányos bőrre, vagy száraz bőrre. Teljes textúra, gél teljes textúra, nagyon szeretem az érzését az arcomon. Így most a hideg időkre én ezt az eszenciát használom a tonikjaim után, van, hogy ezt is használom, de ezt például reggel is tudom használni. Mondjuk ezt is tudom reggel is használni, mert egyébként nem egy nehéz textúra, miután beszívódott, meg amikor felviszed sem. Nagyon szeretem azt az érzést, amit ad az arcomnak. Egyszerre érzek hidratáltságot és tápláltságot. Egyébként ezt jobban preferálom ennél. Viszont ezt ugye el akarom használni, mert már régóta van. Nem rossz termék, de ezt inkább száraz bőrűek, ezt akár kombináltnak is tudom ajánlani, meg mondom, ezzel is láttam eredményt vízhiányosságba, de nem csak ezzel a termékkel. Tehát ez kevés arra, hogy segítsen a vízhiányosságra. Ő viszont nekem adott hidratált érzést és tápláltságot. Úgyhogy egy ilyen eszenciát nyugodtan építsetek be a tonikotok és a szérumjaitok közé. És akkor még egy... És akkor szérumnak ugye ezt már említettem. Viszont van még egy nagyon jó szérum, amit akár kombinált bőrűeknek is jó esti rutinba, mert teljes állaga van, most már viszont elkezdem leszedni őket, mert már nem fog beszívódni, annyi mindent mutatok. Meg akarom mutatni, ez is keramidok, probiotikum, ázsiai gázló, majdnem ugyanaz, mint a tonik, de ebben niacinamide, tehát bőrvilágisító összetevő is van, meg póruskezelő a niacinamide, meg nagyon sok jó dolgot csinál egyébként. Tehát látjátok, ennek azért már van egy testes állaga, ezt azért már teljes állagnak annyira nem nevezném, mert ez gél teljes állag. Hozzáteszem, ennél vastagabb. Nagyon-nagyon jó a bőrvédő réteg egészségének megtartására, tápláltságára, erősítésére. Még nem jött meg az a C-vitaminos szérum, viszont a Kane-nek, de tudjátok, mindent kiteszek ide, amúgy is mindent be fogok nektek linkelni,
A kénynek van egy olyan C-vitaminos, meg nagyon sok más jó összetevő van benne, de én leginkább a C-vitaminomat akarom most lecserélni térre egy gazdagabb, vastagabb textúrájú C-vitamin szérumra. Ugye én most a Claire's-t egyébként pont már csak valahol a végén lehetek. Ugye nekem a Claire's C-vitamin szérumom az, látjátok, már nagyon a végén vagyok, az egy, látjátok, egy nagyon könnyű textúrájú gélállag. Én csak ezt szeretem használni nyáron, mert akár egy ilyet fel tudok vinni utána nyáron is, vagy akár felviszek egy, nem tudom, egy csiganyálas tonik, vagy akár fel tudok utána vinni egy csiganyál szérumot. Tehát azért szeretem C-vitaminba ezt a könnyed állagot, mert tonik után egyből ezt felviszem, vagy tonik előtt is felvihetem, erre tonikot is vihetek, vagy arcpermet. Tehát nagyon jó a gél állagú C-vitamin nyáron. Azonban télre én most lecserélem egy vastagabb textúrára, nekem már kevés ez a gél állagú télen. Viszont a C-vitaminra szükség van, mert az véd a napfény káros sugaraitól, valamint ugye antioxidáns, ami nagyon jó és elengedhetetlen egy bőrápolási rutinban. Úgyhogy én most a Kane-től várom, mondom, jövő héten azt a szérumot. Akkor legvégén, mielőtt az arckrémeket kifejteném, ajakápolás. Ha csak sima szájfényt vagy ajakbalzsamot használtatok, akkor tél beállta előtt érdemes a Laneige Lip Sleeping maszkját használni. Képzeljétek el egy vastag, hosszantartó, nem ragacsos meg semmi egyébként, egy vastag, hosszantartó, nem is tudom milyen állag ez, de nagyon jó ajaktápláló, nem csak esti rutinba, hanem napközben is, télen meg pláne. Én egyébként, ha nincs tél, akkor is nagyon sokat használom nappal is. Térjünk rá akkor az arckrémekre. Mint mondtam, keramid. Igyekezzetek olyan arckrémeket keresni, amiben van keramid, mint összetevő. 3 arckrémet fogok ajánlani, bőrtípus miatt. A Skin Vano Fornak ezt a probiotikumos arckrémét, ezt inkább ajánlom olajos kombinált bőrűeknek télre. Mindjárt megmutatom a textúráját. Ebben is vannak olajok, de nem olyan vastag, mint mondjuk a következő, amit mutatni fogok, normál vagy akár száraz bőrre. Tehát látjátok, nem vastag ez a textúra. De nagyon gazdag tápláltságérzetet ad, amellett, hogy gyönyörűek az összetevők is, mint mondtam, keramid. Tehát ezt akár ezzel a tonikkal nagyon jót tesz a bőrötöknek, hogyha ezt a két terméket beteszitek a rutinba. A következő arckrém, azt mondom, normál. Egyébként kombinált bőrűeknek is tudom ajánlani, de annyi, hogy ebben már vannak olajok. Tehát nem biztos, hogy mondjuk, ha nagyon pattanásos bőrűek vagytok, ez be fog nektek jönni. Ez a Beauty of Joseon Dynasty krémje. Ez egy picit vastagabb textúra, mint amit az előbb mutattam. De van egy gél állaga is. Tehát csak az olajok miatt picit gazdagabbnak mondanám. Emiatt mondanám azt, hogy az a problémás, nagyon olajos bőrűeknek inkább ez. Én nagyon szeretem használni, ebben is vannak keramidok, meg nagyon sok jó más összetevő is található egyébként benne. Nagyon száraz vagy normál bőrűeknek, pedig tudjátok, hogy imádom az Illiont. Ez 10.000 ppm keramidot tartalmaz. Kapszulákban van betéve, tehát frissen kerül be a bőrbe. Nem tudom, remélem látszanak a kis kapszulák.
remélem látszanak a kapszulák, és akkor, ahogy bedolgozod, a bőrbe nyílnak ki. Én ezt a kisfiamnak újszülött korától testápolásra használom a télbeáltával. A bőrvédő rétegét építi, erősíti, védi, és száraz bőrűeknek, ekcémás bőrűek, szoriázis. Nagyon-nagyon jó ez a krém. És ez egy vastag, hosszan tartó, beszívódású arckrém. Vagyis hát végülis csak sima krém, tehát testápolásra is tökéletes. Mondom, én például a gyereken is ezt használom. Magamon, arcomon nem. Nekem nem kell, nekem nem száraz az arcom. Úgyhogy nincs szükségem rá, de volt egy időszak, amikor túlhámlasztottam még, amikor elkezdtem a bőrápolással foglalkozni, túlhámlasztottam az arcom, és ez segített a sérült bőrvédő rétegemet visszaépíteni, sőt, nektek is sokat ajánlom, ha túlhámlasztottátok, vagy elvékonyítottátok a retinollal, vagy C-vitaminnal, és mondtátok, hogy egy hónap se telt bele, és ez a krém helyre rakta, úgyhogy sérült bőrvédő rétegű, vagy mondom száraz bőrűeknek tudom ezt ajánlani. 200 ml kiszerelés, de a nagy tégelyes 500 ml is kapható a YesStyle-on. És videónk végére értünk, naptej. A naptejet is érdemes a könnyed, teljes napszérumotokat például lecserélni egy gazdagabb textúrára. Ezt nem feltétlenül olajos bőrűeknek, ezt inkább vízhiányos, vagy ugye száraz, normál bőrűeknek tudom ajánlani. Én imádom a Haruharunak a napfényvédőjét, ez egy kémiai napfényvédő, és ez egy nagyon jó tápláltságot is ad a bőrnek. Tehát ez nem egy vékony textúrájú napfényvédő. Nagyon-nagyon szeretem használni. Ma is alapozás előtt ezt vittem fel. Nem tudom amúgy, hogy most mennyire látszik, de egy gyönyörű táplált arcot ad, amellett, hogy véd is a káros napfénysugaraktól. Tehát én nagyon szeretem ezt, mondjuk én nyáron is használom, de azért nyáron ez nagyon táplált, tehát ha kombinált olajos bőrűek vagytok, ez azért sok, de télen lehet, hogy akár kombinált bőrűként is tudtok vastagabb textúráinak fényvédőt használni. Szoktátok kérdezni, hogy itt a tél nem süt annyit a nap, vagy nem olyan erős a káros UV-sugarak, mi a helyzet a napfényvédelemmel. Maximum azt mondanám, hogy nem kell olyan nagyon szigorúan betartani, hogy 2 óránként felviszitek megint, hogy ugye meg legyen a védelem, viszont reggel mielőtt elindultok munkába, vagy bárhová, mindenképp vigyétek fel, meg talán hazafelé, mikor mentek munkából, vigyétek fel. Ennyit tudnék ajánlani, ha kim vagytok a játszótéren a gyerekkel, akkor is felvinném, tehát attól függetlenül a felhőn is átjönnek azok a sugarak, maximum nem olyan káros tényleg, vagy nem olyan hosszú távon, vagy nem olyan mértékben, de mondom azért a napfényvédőt ne hagyjuk ki télen se. Tehát én, ha gazdagabb textúrájú napfényvédő, akkor ezt a Haruharut szívesen tudom ajánlani. Remélem, hogy akkor segített nektek ez a videó, hogy összetevőkben ismerkedjetek olyan összetevőkkel, amik segíthetnek, mondom abba, hogy ne legyen száraz a bőrötök, ne legyen irritált a hideg miatt, ne csípje ki a szél, ilyesmi, és akkor mondom, ajakápolásban is igyekeztem nektek valamit behelyezni, mert szerintem az ajakápolás is nagyon fontos, főleg így mondom a hideg hónapok beállta előtt. Remélem, hogy akkor tudtam nektek segíteni összetevők szempontjából, textúrák szempontjából. Mondom, amiket tényleg ajánlok, télen érdemes. Amúgy a retinolt is, ha el akartok kezdeni retinollal ismerkedni és használni, hát ne nyáron kezdjétek, mert az nagyon érzékeny az UV-sugárzásra, valamint ugye azt nem is lehet reggeli rutinba egyáltalán. Tehát retinolt is például télen érdemes elkezdeni, ha nagyon szeretnétek elkezdeni. A C-vitaminnal is, ha kezdők vagytok, csak ajánlani tudom, hogy télen kezdjétek, ne nyáron.
De ahhoz muszáj, tehát a retinolhoz is, meg a C-vitaminhoz is kötelező a napfényvédelem minden reggel, annyi, hogy a retinol csak esti rutinban vihetitek fel. Tehát mondom, a propoliszt tudom ajánlani, mint összetevőt, és a keramid, az legyen rutinba, tehát keressétek ezt az összetevőt a termékekben. Megmondom, esetleg rétegezzetek, vagy textúrákat igyekezzetek vastagabbra cserélni. Ha tetszett a mai videóm, kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra még több videóért, kövessetek Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!